Szekszárd elkötelezett az éghajlatváltozás okozta problémák mérséklésében, és felismeri, hogy megfelelő helyi intézkedések nélkül a globális felmelegedés következményei a város élhetőségét is befolyásolják. Döbrente Katalin, fenntarthatósági szakértő elmondta, a klímastratégia megvalósulása hosszú távú folyamat, melyben a szereplők szoros együttműködésére van szükség. A mai alkalom a klímaplatformnak a második ülése. Szekszárd önkormányzata a tavalyi év végén elfogadta a klímastratégiát, és ahhoz, hogy ez a klímastratégia megvalósulhasson, ahhoz most január és június között nagyon sok szemléletformáló és partnerségi egyeztetést folytatunk. Körülbelül egy hónappal ezelőtt egy civil és egy vállalkozói workshop volt, aminek a folytatásaként majd hétfőn egy intézményi, oktatási intézményeknek szóló workshoppal folytatjuk, illetve még januárban volt az önkormányzati és a lakossági érdeklődők számára is egy szemléletformáló workshop, és az, ami az eddigi négy workshopból szintetizálható, és majd még ebbe természetesen becsatornázzuk a hétfői intézményi workshopot is, azoknak az eredményéről lesz részben ma szó. A klímaplatformnak a vezetője Zaják Rita képviselőasszony lesz, aki az önkormányzaton belül összefogja hosszú távon ennek a munkacsoportnak, platformnak a munkáját. Egyrészt a klímastratégiában megfogalmazott intézkedéseket, azokat meg is kell valósítani, projektesíteni kell, finanszírozást kell hozzárendelni, a megfelelő érintetteknek az együttműködését kell biztosítani, és a karbonkibocsátás csökkentése az csak az összes szektornak, lakossági, önkormányzati, vállalkozói közszférának az együttműködésével valósítható meg. Úgyhogy ez a klímaplatform tulajdonképpen ennek a munkának az összefogását és a menedzselését fogja biztosítani az önkormányzaton belül. Majd hozzátette, a zöld és digitális átálláshoz kapcsolódó elképzelések és témák megvitatására is sor kerül az aktuális ülés alkalmával. A mai alkalomnak van egy másik vonulata is, hiszen ezzel párhuzamosan készül Szekszárd városának a fenntartható városfejlesztési stratégiája, ami pedig a következő 7 éves, illetve hát már futó 21-27-es Európai Uniós programozási ciklusnak a területfejlesztési forrásait felhasználásához szükséges stratégiai dokumentum, és ennek a tervezése jelenleg zajlik, várható a május végén kerül majd véglegesítésre és elfogadásra, de az időközi munkaanyag már ebben is elkészült, és ennek a megvitatására, a részbeni megvitatására, a zöld és digitális átálláshoz kapcsolódó témáknak a megvitatására is sor kerül a mai platform keretében. A fenntartható városfejlesztési stratégiának a módszertana, a szemléletmódja az alkalmazkodik ahhoz a nemzetközi és hazai keretrendszerhez, amelyben az úgynevezett zöld átállást, ami elsősorban egy energetikai átállást jelent, de mellette mind a körforgásos gazdaság, mind a természetalapú megoldások, mind a közlekedési, mobilitásbeli változások, energiahatékonysági megoldásoknak a bevezetése a napi rendben, illetve ugyanez a digitális átálláshoz kapcsolódóan az önkormányzati, a közszférának az adatgyűjtés, adatrendszerezés, adatplatformok működésének a biztosítása és ehhez kapcsolódó szolgáltatásoknak a kialakítása egy hosszú távú folyamat, amelynek a megalapozása történik most a fenntartható városfejlesztési stratégia keretében, és konkrétan a zöld átállás menetrendben, illetve a digitális átállás menetrendben. A klímaplatform üléseire nagyjából negyed évente kerül sor, ahol a lakosság bevonásával lehetőség nyílik új módszerek, ötletek és lehetőségek használatára. A folyamatos szemléletformálás és együttműködés az nagyon fontos, ezért a workshopok között a lakosságot is megszólítottuk, illetve a klímaplatform is keresi azokat a lehetőségeket, hogy a lakossági bevonás hát egyrészt a civil szervezeteken keresztül, de közvetlenül az önkormányzat oldaláról is megtörténjen. Többek között a mai alkalommal erről is szó lesz, hogy ehhez milyen javaslatok, ötletek vannak. A klímaplatform ülése az rendszeres lesz,
negyed évente legalább sor kerül erre a találkozóra, de vagy nyilván a projektfejlesztéseknek a folyamata fogja ezt meghatározni, és ki fogjuk dolgozni azokat a módszereket, lehetőségeket is, hogy a különböző szektorok milyen módon kapnak egyrészt információt az önkormányzattól, másrészt meg az ötleteiket, javaslataikat, elképzeléseiket, hogyan tudják becsatornázni ennek az egész zöld átállásnak a menetébe. Én azt gondolom, hogy nagyon sok kezdeményezés volt. Információim szerint most a napokban a Föld napja alkalmából is volt egy kezdeményezés. A faültetéseket is tudjuk említeni, de a Mentálhigiénés Egyesületnek a különböző előadásait, programjait, illetve a Megyei Agrárkamarának a mentorálási, képzési, tájékoztatási programjait, az Ökotárs Alapítványnak a programjait. Én azt gondolom, hogy itt Szekszárdon is nagyon sok olyan szereplő van, aki ebben már aktívan részt vesz, és javaslatokat, projektelképzeléseket fogalmazott meg az önkormányzat felé, és az önkormányzat részéről teljes nyitottság van erre, de ez egy hosszú távú iteratív folyamat, amiben folyamatosan ezeket közösen át kell gondolni, hogy hogyan megvalósítható. A Szekszárdon élő lakosok bármelyik workshop alkalmával jelezhetik azon ötleteiket, amik használatával a város hozzá tudna járulni a klímastratégia megvalósításához.